Nagy Kozáron békében élnek egymás mellett a nemzetiségek. Ennek jó példája, hogy közös horvát-német tájházat alakítottak ki a településen. Már nagyon régóta dédelgetett álmom volt, hogy legyen egy ilyen tájszoba, ahol a sváb örökségeket át tudjuk örökíteni, és tovább tudjuk mutatni a fiataloknak. Rengeteg családtól kaptunk hol terítőt, hol ezt a komplett szobabútort, asztalt, mindenféle olyan tárgyat, amiket itt lehet látni, a rokkától kezdve a székekig, illetve a konyhába edények, minden, tehát ezek mind olyan dolgok, amivel úgy gondoltuk, hogy ez utolsó pillanatokat éljük már, hogy megmentsük ezeket a dolgokat, és hogy ne otthon, és ne a padlásokon legyen még, akinek még ugye megvolt, hanem legyen ennek egy méltó helye, és hogy őszinte legyek, mindig elérzékenyülök, amikor belépek ebbe a helyiségbe, ahogy dolgoztunk és készítettük elő a dolgokat, mindig meghatódással lépek be, mert nagyon sok olyan tárgy van, ami a szüleim, nagyszüleim, dédszüleimtől, tehát hogy a olyan dolgok, amit ha meglátok, akkor olyan büszkén tudom megvallani a svábságomat, és mindig is büszke voltam erre, és ez egy nagyon jó hely arra, hogy amit már otthon az ember a saját, a mai mindennapjaiban nem tudott átörökíteni, de nagyon sok olyan dolog van. Azért főleg a konyhai dolgokból sokat lehet még a mai napig használni, de hogy vannak olyan dolgok, amiket már az ember nem tesz ki, akár egy fénykép, akár ez a régi karnis, vagy a ládák, a rokka. Tehát ezek olyan dolgok, amiket már nem tesz az ember a saját lakásába, de ha ide belép, akkor valahogy megüti a múltnak a szele az embert, és úgy akarva, akaratlanul is emlékezik és gondol az őseire. És szerintem ez a legfontosabb. Anyai részről is, apai részről is sváb származású, tehát német származású vagyok. Én ezt büszkén vallom, nem csak a szőke hajammal és a kék szememmel, hanem az identitásommal, a mindennapjaimban is igyekszem ezt megőrizni. Nincs olyan sváb zene, amit ha bekapcsolok rádióba a német műsort, az állandó hallgatója vagyok, tehát a főzés az úgy történik, hogy az szól, hogy táncra perdülök, és a férjemet úgy elkapom, és most gyere, és mindig mondja, hogy most már megint hagyjál békén, nem érünk vele ám most táncolni, de mondom, olyan jó, nem bírom ki. És ez is, ezt próbáltam átadni az unokáimnak is. És olyan nagyon büszke vagyok rá, hogy a legidősebb lányunokám, ő a német nemzetiségi gimnáziumban jár Pécsre, a Lőveibe, és ma ő is ösztöndíjat fog kapni, amire remélhetőleg innen oda fogok tudni érni, és büszkén vallhatom meg megint a svábságomat, hogy igen, valamit adtunk az utókornak. Én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb most a mai világban, hogy ezt tovább örökítsük. Az összesen mintegy 50 millió forintos fejlesztést Magyarország kormánya támogatásával valósították meg. Nagyon nagy öröm, és tényleg olyan jól látni, hogy szerte az országban nemzetiségek egymással is különböző programokat, különböző iskolákat, tájházakat szerveznek, illetve építenek és tartanak fönt. Nagyon nagy üzenete van ennek a közép-európai nemzetek között is, azok között a nemzetek között, akiket sokszor összeugrasztottak nagyhatalmak, sokszor a békétlenséget táplálták, mi pedig bizonyítani tudjuk, hogy az évszázados együttlét és békességben való együttélés az ma is fontos. És pláne akkor, amikor látjuk azt, hogy ismét nagyhatalmak hogy ugranak egymásnak, illetve adott esetben olyan békétlenséget terjesztenek, ami senkinek sem jó. Nem jó magyar nemzetnek, nem jó horvátoknak, németeknek, ukránoknak, oroszoknak, senkinek sem jó. Mi azon a elven vagyunk, és gyakorlatban is ezt hajtjuk végre, hogy kicsi környezetben, a kis közösségünkben, de itt a Kárpát-medencében megbékéltünk azokkal a nemzetekkel, akikkel együtt élünk, magyarországi nemzetiségeket minden szempontból támogatjuk, és azon a gyakorlati elven is vagyunk, hogy bizony
azokkal a nemzetekkel, nagy népekkel, akik igazából diktálják a világnak a mindennapjait, vagy próbálják befolyásolni a nemzeteket, ő feléjük is a békességet közvetítjük. Más szerepünk nem lehet, de ez egy óriási nagy szerep, és hiszem azt, hogy a magyaroknak ebbe felelőssége és feladata is van. Hoppál Péter, a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett, hogy a kormány 2010 óta kiemelten kezeli a nemzetiségeket, jelentős összegekkel támogatja önkormányzataik működését, fejlesztéseit, programjait. Csodálatos szimbólum a nagykozári nemzetiségi tájház, mert 2010-ben ez egy bontásra ítélt omladozó ház volt, szörnyű környezettel, egy szinte patkánytanya, és akkor még a nemzetiségi támogatás is 1 millió forint alatt volt itt a nagykozári németek és horvátok esetében. És az elmúlt bő 10 esztendőben prosperál, megnövekedett a közösségi aktivitás, a kulturális programok sokasága, felújítottuk az óvodát, amelyik nemzetiségi pedagógiai programot valósít meg, és ezt a házat pedig megmentettük az enyészettől, a bontástól és az elsorvadástól, és Magyarország kormányának 17,5 millió forintos egyedi támogatásával egy vadonatúj, gyönyörű tájház létesülhetett, amelyik a német nemzetiség helyi örökségét is, és a horvát nemzetiség helyi örökségét is bemutatja, és készül a gangon hátul a magyar nemzetiségi, vagy a magyar kultúra néprajz értékeit bemutató szoba is. Úgyhogy ezt az egységet és ezt a megújulást, ezt szimbólumnak is tekinthetjük, így kell előre haladnunk a továbbiakban is, hogy valóban ne a 2010 előtti nemzetiségeket sorvasztó, hanem a kultúrát és a nemzetiség kultúra megélését támogató jövendő legyen úrrá itt a baranyai településeken. Nagykozáron a most átadott tájház mellett a német-horvát nemzetiségi óvoda új tornaszobát kapott.